Számos fontos területen megerősítettük a szövetségesi kapcsolatokat, ezt tartotta kiemelendőnek a magyar kormányfő, miután a Fehérházban munkalátogatáson fogadta őt az amerikai elnök. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy utoljára 18 évvel ezelőtt járt a Fehérházban munkamegbeszélésen. Donald Trumppal közös sajtótájékoztatójukon elmondták, hogy a gazdaságpolitika, a külpolitika és a biztonságpolitika terén is erősödtek a kapcsolatok. A találkozón az amerikai elnök úgy fogalmazott, Orbán Viktor jó munkát végez Magyarország biztonságának megőrzésében. Trump méltatta Magyarország érdemeit a NATO-ban, és azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a kormány tesz az illegális migráció ellen, valamint az üldözött keresztények védelmében. A 15 percesre tervezett szűkkörű megbeszélés egyébként jóval hosszabb ideig, körülbelül 40 percig tartott. A találkozón Donald Trump és Orbán Viktor mellett részt vett Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, és John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója is. A szűkkörű eszmecserét az amerikai és a magyar küldöttség plenáris tanácskozása követte. Mesterházi Attila tehát a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megszülettek már az első elemzések, és például Krákó Péter politikán kapitán részéről azt mondja, hogy tulajdonképpen Orbán Viktor megkapott mindent ettől a találkozótól, amit remélhetett. Ugye két hét múlva európai választás lesz. Picit talán furcsa, hogy az Egyesült Államok elnöke pont ebben az időpontban fogadja Orbán Viktort. Ebből ő elég nagyot profitálhat politikailag, itthon legalábbis. Igen, profitálhat egészen biztosan Magyarországon ebből. Valóban az európai parlamenti választási kampányban is jól jött ez a magyar miniszterelnöknek, de én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy van jelentősége természetesen ennek a találkozónak, hiszen Orbán majdnem 20 éve nem járt már a Fehérházba, sőt, magyar miniszterelnök is 15 évvel korábban csak. De azért mégiscsak, hogy mondjam, nem kell túlértékelni sem ezt a találkozót, hiszen amúgy egy protokoll szerint lemenő, ilyen rutinszerű találkozó volt ez az elnök részéről, az amerikai elnök részéről, ami beleilleszkedik abba a sorba, hogy az Egyesült Államok szeretné ezekkel a találkozókkal is mutatni azt, hogy a közép-kelet-európai térség iránt elkezdett újra jobban érdeklődni. Ennek a legfontosabb oka az, hogy Kína és Oroszország is elég erősen nyomul ezekben az országokban, és talán valahol az Egyesült Államokban rájöttek a külpolitikába vezetők arra, hogy kicsit úgy szabadon hagyták ezeket az országokat, nem foglalkoztak velük, nem tekintettek rájuk olyan geopolitikailag jelentős szereplőként, és ezt most szerintem korrigálni akarja a külpolitikai kormányzat és az elnök is maga. Igen, ha nézzük, hogy sorra találkozott Lengyelország kivételével, de a V4-ek vezetőivel, igen, ez valóban arra utal, hogy az orosz-kínai befolyást valamilyen formában szeretnék kézben tartani. De mindeközben, ami ugye egy ellenzéki politikus számára fontos, nyilván gondolom ön is, ahogy nézte a híreket, megnézte a közösségi portálokat, mindjárt meg is mutatjuk. Gyakorlatilag szerintem ma biztos, hogy 6-8 változata lesz ennek a fideszes, majdnem olyan, mintha egy plakát lenne, ahol együtt ábrázolják Trumpot, Orbán Viktort, és idézik azt, hogy hogyan dicsérte Trump Orbán Viktort. Ezt most láthatjuk is, azonnal már a találkozó után egy órával gyakorlatilag ezek kikerültek. Mit tud tenni ezzel ellen a kampányban egy ellenzéki politikus? Mert az például, ami mondjuk ennek az ára lehet, akár egy fegyvervásárlás, az nem biztos, hogy ki fog derülni addig. Sőt, szerintem nem véletlen, hogy konkrétumok nem hangoztak el a találkozó után, hiszen ha rögtön utána bejelentik azt, hogy veszünk ennyi dollárért fegyvert, energetikában pedig ilyen lépéseket teszünk, ami az amerikai fél számára esetleg kedvező, akkor könnyű ugye úgy interpretálni ezt a találkozót, hogy ez pénzért megvett találkozó volt, semmi más, mint egy fotó lehetőség, amiért fizetni kellett egy celebritással. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán valóban profitálni tud ebből belpolitikailag, hiszen az elnök szinte csak szép dolgokat mondott, ráadásul mindenféle kritikát került a találkozó alkalmából. Ezt azért árnyalják az ilyen mögöttes kormányzati tisztségviselőknek a kiszivárogtatása, akik ugye arról beszélnek, hogy a kritikus témákat folyamatosan napvilágra hozza és asztalra teszi az amerikai kormányzat. Ettől függetlenül, így van, alacsonyabb szinteken. Ettől függetlenül az mindenféleképpen jól jött Orbánnak, hogy Trump nem tette ezt meg még egy fél mondat erejéig sem a találkozókon. Ez igazából önt például mennyire lepte meg? Ha azt nézzük, hogy szenátorok írtak levelet,
és demokrata, republikánus szenátorok egyaránt ugye aláírták ezt a levelet, amelyben a demokrácia leépítése miatt aggódnak. New York Times vezércikke a látogatás előtt egy nappal, az is elég kemény hangvételű volt. Tehát arra lehetett számítani, hogy mondjuk, ha más nem, akkor az újságírók támadni, bombázni fogják mondjuk a demokrácia leépítésére vonatkozó kérdésekkel Orbán Viktor. De most ehhez képest egyetlen egy kérdést kapott Orbán Viktor. Ez nem szokatlan, tehát általában, amikor ilyen találkozók vannak, akkor azért, ha nem olyan a partner, amelyik adott esetben egy ilyen világpolitikai szempontból is, vagy az Egyesült Államok szempontjából kiemelten fontosak, alapvetően az elnök szokta kapni a kérdéseket. Tehát hát ebben én nem látom. Belpolitikai, mert mint Egyesült Államok így belpolitikai, tehát belpolitikai kérdésekben, ugye a Trump nem mindig találkozik az újságírókkal, ebbe is követi Orbánt, inkább a Twitteren jelzi a véleményét, tehát ugye ez egy alkalom az újságíróknak, hogy kérdezzenek. Én azt gondolom, hogy az nem változott, hogy az elemzők, az újságíróknak a véleménye ugyanaz Orbán Viktorról, mint ami eddig is volt, és szerintem ezekben a cikkekben, vagy akár a CNN-en, vagy máshol a tudósítás, ahogy megszületett, az bizony egy eléggé kritikus hangvételt ütött meg, és sőt, inkább egy olyan kontextusban jelent meg, hogy nem értik, hogy az elnök miért nem mondott valamit a demokrácia helyzetéről. Valószínűleg ezért is mentek utána egy kicsit a mögöttes diplomáciai források, hogy de igen, ezt mi azért meg szoktuk beszélni a magyarokkal máskor. És azt látom, hogy a kongresszusban sincsen változás ebben a tekintetben. Nekem van több amerikai kongresszusi képviselő ismerősöm a NATO parlamenti közgyűlésben végzett munkám miatt, és egyáltalán nem változott a véleményük az elmúlt időszakban. De külön választják. De ugye más, ami a zárt ajtók mögött zajlik, akár az Egyesült Államok elnökével, akár szenátorval, vagy bármilyen kisebb szinten, és ugye más, ami ki van téve a kirakatba, az most rózsaszín masnyival át van kötve, és nagyon szép. Összességében véve, hogyan értékeli ezt a találkozót? Mennyire segítette a Fidesz kampányát? Hozhat ez mondjuk akár konkrétan plusz egy mandátumot mondjuk az EP választáson? Így nem, hiszen azért Trumpnak elég rossz a megítélése Európában. Tehát ezért, hogy mondjam, az európai parlamenti kampányban ekkorát azért nem segít. Én szerintem a következő napokban majd árnyalódni fog azért ez a találkozó, hogy egyre több részletet lehet megtudni róla. Egészen biztos a Fidesz megpróbálja arra felhasználni, hogy azt mutassa be, hogy Orbán nem elszigetelt a nemzetközi politikában, lám fontos világvezetők is fogadják, és milyen jókat mondanak róla. Ettől függetlenül sem Európában, sem Amerikában nem változik Orbánnak a megítélése. Egészen biztosan, én még néha észreveszem azt is talán egy kicsit, hogy az amerikai külügyminisztérium és a Fehérház is, mint egy picit másképpen kezelni a magyar ügyeket, tehát mint a kormány és a Fehérház eltérő módon, vagy eltérő mélységben ítélné el az Orbánt, vagy éppen azt, amit a Fidesz kormány itt Magyarországon tesz. Tehát egyik oldalról biztos jól jött ez a miniszterelnöknek, hiszen 20 éve nem tudott találkozni amerikai elnökkel. Másik oldalról szerintem helyén kell kezelni ezt a találkozót, de én nem állítanám azt, hogy semmilyen hatása nincsen a magyar belpolitikára, vagy nem lesz a belpolitikára. Megpróbálják ellensúlyozni valamilyen kampányon? Hát nézze, ezt ellensúlyozni szerintem azzal lehet, hogy azokat az amerikai kritikákat, amik akár csak az elmúlt hetekben, hónapokban elhangzottak, ezeket lehet ugye újra napirendre hozni, de szerintem most a kampány finisében már minden politikai párt a saját kommunikációs stratégiáját követi, a saját üzeneteivel kell, hogy kampányoljon, és az első legfontosabb cél az a mozgósítás, és én is azt szeretném, hogy a minél több baloldali szavazó menne el ellenzéki pártokra szavazni, hiszen az lehet egy nagyon erős üzenet, hogyha az ellenzék meg tudja mozdítani az ellenzéki szavazókat. Mennyire sajnálatos ön szerint, vagy mennyire árt, hogy bizonyos kerületi ügyek, zuglói parkolási ügy újra és újra beleszól a kampányba, és most egészen érdekes módon szólt bele egyébként a tegnapi testületi ülésen, ugye visszavonták Zuglóban a parkolási cégnek a megbízását. Eddig rendben van, csak hogy ezt a leginkább a szocialisták támadtak, és ezek után Karácsony Gergely azt mondta, hogy amennyiben a szocialista frakciónak nincs kellő bizalma az MSZP egykori miniszterelnök jelöltjében, az MSZP által támogatott zuglói polgármesterben és az MSZP által támogatott főpolgármester jelöltben, akkor ne szavazzák meg az előterjesztést. Tehát kvázi felhívta arra a szocialista képviselőknek a figyelmét, hogy ki is az ő partnerük. Én szerintem mindig egy önkormányzat vezetésében lehetnek vitás kérdések, amit másképpen ítélnek, vagy akár még a szövetséges partnerek is.
Én sokkal igen, inkább... csak kampányhajrá van, tehát ilyenkor igen, de... ezek a mondatok azért megmaradnak a választók fülében. Én azt gondolom, hogy egy kampányhajrában persze nem helyes, hogyha belső konfliktusokat generálunk, vagy legalábbis látszatra úgy tűnik, hogy ezeket generáljuk. És nekem sokkal inkább fontos mondjuk egy kampányban, ha már a Trump állandóan arról beszélt, hogy az Orbán az milyen erős vezető, hogy akkor miért nem vállal soha semmilyen vitát Orbán a partnerekkel, hiszen Timmermans is felajánlotta, aki a szocialisták csúcsjelöltje, hogy leülne egy vitára. Ebben úgy tűnik, hogy Orbán mindig megfutamodik, hiszen... Hát Orbán, mikor több választást meg tudott már úgy nyerni, hogy nem... Értem, csak azért mégis, hogyha persze mindent lehet, a demokráciát is le lehet építeni, meg újraírni az alkotmányt, meg pénzeket ellopni az Európai Uniós forrásokból, és bizony ennek ellenére is meg lehet választani egy kormányt. Ettől még nem ez a normális, hogy egy politikus annyira gyáva, hogy nem vállalja ezeket a vitákat. Sokkal inkább ez is arra utal, hogy milyen a demokratikus megközelítés, ha még Orbán esetében lehet egyáltalán ilyenről beszélni. És azt gondolom, hogy az utolsó két hétben pedig minden politikai pártnak az az érdeke, hogy arról győzze meg a szavazókat, hogy menjenek el szavazni. Nagyon fontos ez az európai parlamenti választás. Valóban az a kérdés, hogy a populisták, nacionalisták tudnak hatalomra kerülni Európában, vagy azok, akik Európa párti erők, mint például az MSZP. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.